Életünkben végzendő kötelesség. Második rész. Kedves nézőink, kedves hallgatóink! Szeretettel üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy ha velem tartanak, és tovább folytatjuk ezt a komoly tanulmányt, hogy mi a mi életünkben végzendő kötelesség. Hogy hogyan voltak jellemezve Illés és Elizeus, ezt szeretném még egyszer idézni. Ezek az emberek akaratukat és terveiket Isten törvénye alá rendelik. Feladatuk az, hogy felfogják az ige fényét, és ragyogtassák a világnak tiszta, szakadatlan sugarakban. Hűség Istenhez, ez a jelszavuk. És mik voltak a kezdő szavak? Ima és erőfeszítés. Erőfeszítés és ima legyen életed dolga. Imának és munkának egymás mellett kell haladnia. Ez lesz életünk kötelessége. Mi szükséges, hogy legyen bennünk, hogy ezt mi meg tudjuk tenni? Második kötetben ez van írva. A keresztény buzgalmat elvek irányítják, és sohasem megmegújuló, majd ismét alábbhagyó rángatódzás. Ez teljesen igénybe veszi a lelket, és életre kelti, és gyakorolja az erkölcsi értéket. Minden kereszténynek meg kell tanulnia elvből szolgálni Istent. A másik helyen így van írva, elvből kell szolgálnunk Istent az érzelmekből fakadó szolgálat helyett. A keresztény lelkesedés nem merül ki a beszédben, hanem lendületesen és eredményesen fog gondolkodni és cselekedni. Sok a beszéd, sok az állítólagos szeretet a halálokon lévők iránt, de az van írva, a beszéd azonban olcsó portéka. Komoly keresztény lelkesedés kell ide, olyan lelkesedés, mely cselekedetekben jut kifejezésre. Jézus mire hívta fel tanítványai figyelmét a János evangéliumában? Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Majd a 17 részben ezt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tudakozni az írást. Mit jelent ez? A Biblia a saját magyarázója. Írás helyett írás helyre kell összehasonlítani. A tanulóknak meg kell tanulniuk, hogy az igét, mint egészet szemléljék, és ismerjék fel annak részei között a kapcsolatot. Nekik ismeretet kell szerezni annak nagy központi tárgya felől. Mi ez a központi tárgy? Istennek a világgal való eredeti szándékáról, a nagy harc keletkezéséről és a megváltás művéről. Nekik meg kell érteni a két nagy elv természetét, mely a fő hatalomért küzd, és meg kell tanulni, nyomon követni munkáikat a jövendőléses történelem jelentései által egészen a befejezésig. Nekik látni kell, hogy lép az ember tapasztalatának minden részletébe, és akár akarják, akár nem, hogyan döntik el most, hogy a harcnak melyik oldalán fognak találtatni. Tehát mit kell megérteni? A Biblia központi tárgyait. Még gyermekkoromban azt tanultam, hogy soha nem szabad a Bibliát kinyitni ima nélkül. Kérnünk kell Jézusunkat, hogy küldje szent lelkét, hogy ő világosítsa meg értelmünket, hogy megérthessük. Az ő ígéretében, amit mondott, hogy elküldi szent lelkét, amely mindenre megtanít bennünket, és eszünkbe juttatja, amiket ő mondott nékünk. De mit tud a szent lélek eszünkbe juttatni csak? Amit imával mi kutattunk és megtanultunk. Máshol az is megvan írva, hogy Isten nem adja a szent lelkét a tudatlanság alátámasztására. Elhanyagoltuk a személyes kutatást? A Szentlélek nem tud segíteni nekünk. Az elmúlt héten kétszer is hallottam a Kossuth Rádióban egy mondatot. Aki valamit el akar magyarázni vagy tanítani, azt először neki kell jól értenie. Ha nem tudja érthetően tanítani, akkor ő maga sem érti teljesen, amit magyarázni szeretne. A Szentlélek eljő reátok című könyvben olvashatjuk, milyen kell legyen a tanító.
magában fogja szívni a könyvek lelkületét, és szívvel, lélekkel végzi a munkát, hogy bemutassa azokat az embereknek. Ereje, bátorsága és sikere attól függ majd, hogy a könyvekben bemutatott igazság mennyire járta át saját tapasztalatát és épült be jellemébe. Minden szív próbára kerül, és minden jellemnek fejlődnie kell. Isten népének elve szerint kell cselekednie. Az élő elvet kell végrehajtanunk életünkben. Pál apostol írja egyik helyen, hogy ne legyetek, mint a hab, amelyet ides tovahány a szél. Az evangélizálás című bizonyságtételben ez van írva. Lobogtassuk az igazságot, magasztald az igazságot. Mondjad, meg van írva. Meg kell tanulnunk, hogy Isten igéjét ügyesen használjunk. Nekünk szól a figyelmeztetés, igyekezzé, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Szorgalmas munkával, komoly ima és hitélettel szállhatunk szembe a hamis tanítók és hitetők család tanításaival, mert az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Milyen tanácsot kapunk Pál apostol a Kolossé beliekhez levelében? Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővelkedvén abban háladással. Elvből szolgálni, meggyökerezve lenni. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanítása szerint, és nem Krisztus szerint való. Legyen szilárdan meggyőződésed abban, amit hiszel. Ragadd meg, tarts ki a világos ige mellett, hogy azt mondja az Úr. Legyen egyetlen érvelésed, hogy megvan írva. Így kell harcolnunk a hitért, mely egykor a szenteknek adatott. Ez a hit mit sem veszített szent, elkülönített jellegéből, ha ellenzői bármilyen kifogásolhatónak gondolják is. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy egyénileg a saját maga számára kell értenie az igazságot. Értenünk kell azokat a hittételeket, melyeket gondosan és imák közben tanulmányoztunk. Isten megmutatta nékem, hogy népünk között gyakran nagyon hézagos a tudás a harmadik angyal üzenetének keletkezése és haladása tekintetében. Igen szükséges, hogy Dániel könyvét és a Jelenések könyvét kutassuk, tanuljuk meg a szövegeket, alaposan azért, hogy tudjuk, amit Isten megíratott. Ragadd meg erősen az igazság élő bizonyságtételét. Majd így folytatva. A világosság, melyet kaptam, erőteljes volt. Nevezetesen, hogy sokan eltávoztak közülünk, család lelkekre és ördögi tanításokra figyelmezvén. Az Úr azt kívánja, hogy minden lélek, aki állítja, hogy hiszi az igazságot, tudja is, értse is, hogy mi az igazság. Hamis proféták támadnak, és sokakat elhitetnek. Ami megrostálható, az Isten meg is rostálja. Tehát nem kellene mindenkinek érteni hitünk alapjait, tételeit? A következő tanács így hangzik. Ahelyett, hogy annyi a prédikáció, inkább kutassuk Isten ígéjét. Tárjuk fel az írásokat szövegről szövegre. Kutassuk azokat az erős bizonyítékokat, melyek alapvető tantételeink támasztékai, melyek oda segítettek bennünket, ahol ma vagyunk, az örök igazság talapzatára. Ha az emberek elfordulnak az Úr által létesített útjelzőktől, nem tudják, hová mennek, nem tudják, hová jutnak. Az Úr ezeket az útjelzőket azért adta, hogy felismerjük álláspontunkat, helyzetünket, ahogyan a proféciában kijelölte. Jó, alapos tanításban kell a népet részesítenünk hitünk tételeiről. A hívőknek rá kell ébredniük, hogy milyen nagy szükségük van a személyes Biblia ismeretre. Megfeszített igyekezettel kell azon fáradoznunk, hogy az igazság biztos érveit minden testvérünk szívébe, lelkébe véssük. Hiszen mindenkinek próbát kell kiállnia.
De akik elhanyagolják a szükséges előkészületeket, azokat elsöprik a tévtanok, melyek az igazság látszatát keltik. Szeretném, ha most tanulmányoznánk Jézus földi életének tapasztalatáról. Olvasunk a Kapernaumi zsinagógában történtekről. Itt Jézus kijelenti, hogy ő az életnek kenyere, és aki eszi az ő testét, issza az ő vérét, annak örök élete lesz. Ezen szavakon a zsidók nagyon fölháborodnak. A hitetlen zsidók a megváltó szavainak csakis szó szerinti értelmét akarták látni. A rituális törvény megtiltotta nekik a vér ízlését, és most Krisztus nyelvezetét Isten káromló beszédnek minősítették, és egymás között megtárgyalták. Sokan még a tanítványok közül is azt mondták, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. A próba túl nagy volt. Lelohadt azok lelkesedése, akik erőszakkal nemrég el akarták őt ragadni és királlyá tenni. Üdvözölték sovatevő erejét, meg akartak szabadulni a betegségtől és szenvedéstől, de nem tudtak rokon szenvezni önfeláldozó életével. Nem törődtek a titokzatos királysággal, melyről beszélt. A nem őszinték, az önzők, akik azelőtt keresték, többé nem vágyakoztak utána, igen, elégedetlenek voltak, és hogy megsebezzék a megváltót, és hízelegjenek a farizeusok rossz indulatának, hátat fordítottak, és megvetéssel távoztak. Mit olvashatunk tovább? Milyen szomorú ez a dolog. Mihelyt a csalódott tanítványok elfordultak Krisztustól, egy másik lélek vonta irányítása alá őket. Semmilyen vonzót nem találtak benne. Abba, akire előbb még nemrég úgy odafigyeltek. Ellenségeit keresték, mert az ő szellemükkel, munkájukkal érezték egyének magukat. Félre magyarázták szabait, meghamisították állításait, kételkedtek indítékaiban. Eljárásukat azzal támasztották alá, hogy minden mozzanatot összeszedtek, amit ellene fordíthatnak. És Jézus most mit kérdezett a 12-től? Ti is el akartok menni? És hogyan válaszol Péter? Kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Izrael tanítói a formalizmus rabjai voltak. A farizeusok és a sadiceusok szüntelen vitában álltak egymással. Elhagyni Jézust annyit jelentett, mint a ritusokhoz, ceremóniákhoz mereven ragaszkodó, becsvágyó emberek közé kerülni, akik a maguk dicsőségét keresték. Figyeljük meg! Az egész Biblia Krisztus megnyilatkozása. A megváltó az igéhez akarta erősíteni követőinek hitét. Amikor látható jelenléte visszavonul, az ige lesz erejük forrása. Tehát itt az egész Bibliáról van szó, nem külön az Ószövetségről és az Újszövetségről. Én gyermekkoromban is úgy tanultam, hogyha az Újszövetséget teljesen meg akarjuk érteni, nagyon szükséges, hogy ismerjük és értsük az Ószövetséget. Emlékezzünk rá, Jézus miként akarta az Emmausi úton felnyitni a tanítványok szemét? Elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Hol? Az Ószövetségben. És még egy dolog. Jézus mikor mélyebb, lelkibb dolgokat kívánt feltárni hallgatóinak, miután nem engedte magát királlyá koronázni, és ezzel reménye is szerte foszlott, hogy majd kiűzi a rómaiakat, ekkor sokan elhagyták. Érdekemberek voltak. Jézus sóvárgó szívvel nézett tanítványai után, akik eltávoztak tőle, de nem tartotta vissza őket. Ma is mindenkinek mondja, jöjjetek én hozzám. De az ember szabad akaratából követi őt, vagy nem követi. Mindenkinek mondja, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. És ahogy ő hordta büntelenül minden emberért a keresztet, aki vele akar lenni, majd élni a dicső mennyei otthonban, annak ma minden nap kell felvenni az ő keresztjét és hordani azt.
Nincs arra mód, hogy a földi életben saját akaratunk szerint éljünk, félretéve Isten szándékát, akaratát, parancsait, és mégis Jézus tanítványának fogadjon el bennünket, ha eljön és elvigyen magával. A bizonyságtételekben írva van, hogy nem csak azokért fogunk majd felelni, olyan tetteinkért, amit megtettünk, hanem mindazon tettekért is, amit megtehettünk volna, de nem tettünk meg. Isten tanítása világos, nyílt és tiszta. Csak az az út, amely tőle ered, csak az az út, amely hozzávezet. Jézus előre megmutatta nekünk a zsinórmértéket, a 10 parancsolatot, és minden embernek, melyhez való engedelmességünk a feltétele az ő követésének. S ha őt elhagyták, ha őt gyűlölték, megvetették, akkor mit várjunk el mi ma? Hogy mondta ő saját maga, nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Sokszor felvetik betegeim nekem a kérdést, ha egy Isten van, és Jézus mindenkiért egyformán meghalt, akkor miért van ennyiféle tanítás? És a válaszom igen egyszerű és nyílt. Ha mindenki meghajolna az Isten szava előtt, ha a tanítók figyelembe vennék az utolsó oldalon leírtakat, hogy se hozzátenni, se elvenni nem szabad, és ezt betartanák, akkor a tanítások egyformák lennének. Jézus maga is azt kérdezte az írástudótól, a törvényben mind van megírva, mint olvasod. A bűnös embernek nincs más lehetősége az örök élet elnyeréséhez, mint az, hogy engedelmeskedjék az Istentől kapott erő által Isten parancsának. Figyeljük meg, mikor a tanítványok pünköstkor a Szentlélek által különböző nyelveken hirdették az igét, különböző hitű embereknek, s azok mit kérdeztek? Mi módon halljuk hát őket, kiké közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Hányféle hitű nép volt ott összegyűlve? Akkor most sem kell csodálkoznunk, hogy annyiféle hitbeli tanítás van. 232 féle egyház vagy gyülekezet neve található az interneten. A döntő dolog abban rejlik, hogy meghajlunk-e Isten szava előtt vagy sem. Ezt mindenkinek személyesen kell megtennie. Milyen évnek nevezzük a 2017-es esztendőt? A reformáció évének. És van egy kérdésem. Ha Calvin, Luther, Hus, Jeromos és a többi mártírok, a többi harcosok látnák most népüket, akiket ők akkor tömörítettek, és azoknak utódait, mit látnának ma munkájuk eredményeként? Úgy látná Hus, hogy ő ezért az igazságért szenvedett mártírhalált, amit most utódai élnek? Ők voltak a hajnal hírnökei. Most, annyi év után azt látnák, amit Bölcs Salamon által írva van, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig, és azt látnák, hogy utódaik kutatták tovább a proféciákat, és arra tanítják a népet, ami a mai időre szóló igazság, hogy minden idők végéhez közeledünk? Kérem, gondolkozzanak el ezen. Igaz, hogy régi órámban már volt Dániel által írt proféciáról szó, most szeretném mégis idézni a 8 rész 26. versét. Az estvéről és a reggelről szóló látomás, amely megmondatott, igazság, te azonban pecsételd be a tanítást, mert sok napra való. Most elmondhatjuk már, hogy a sok nap elmúlt. Tudjuk, hogy az Úr Miller Vilmos által már 1833-tól hirdette a népnek, hogy a 2300 évről szóló profícia 1844-ben le fog járni, és elkezdődik a János apostol által kinyilatkoztatott igazság, hogy az első angyali üzenet hirdetésének idejében élnek, mely így hangzik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Igen, Jézus 1844-ben bement a szentélyből a szentek szentjébe, és elkezdte Ádámtól kezdve mindazoknak életét vizsgálni,
akik vele egyszer szövetséget kötöttek. Majd megnyitotta a könyveket, s ha az elkövetett bűnök mellé nem volt odaírva, hogy megbánva és elhagyva, akkor az a név ki lesz törölve az életnek könyvéből. Miért? Mert tanulhattuk a Szent Bibliából, meg van írva, hogy aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Pál apostolnál olvashatunk olyan szavakat, hogy némelyek bűnei előre mennek az ítéletre. Miért? Mert megbánták és elhagyták, és oda lett írva a nevük mellé. És senki sem tudja, hogy mikor fog Jézus az elhunytak vizsgálatáról áttérni az élők vizsgálatára. És vajon nem-e fogunk jobban az Úr oldalára állani, ha arra gondolunk, hogy nem-e mai nap már az én nevemnél tart a drága Jézus? Nem-e fogjuk őszintébben kérdezni, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, hogy üdvözüljek? 1844-ben elkezdődött a második adventi korszak. A Jézus dicsőséges második eljövetelére való előkészülés ideje. Milyen felhívást kapunk Péter apostol által? Milyeneknek kell lennetek, néktek, szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét? Nemrégen hallhatták tőlem az egyik adásban Ézsaiás proféta szavait, rettegés, verem és tör vár rád földnek lakója. Nincs már beteljesedve? Minden zúg zajlik a világon. Az ősellenség nagyon tudja, hogy kevés ideje van. Mi hisszük, hogy kevés az az idő, hogy Jézus eljön? Már gyerekkoromtól is olvastam a Tapasztalatok és Látomások című könyvét, amiben igen sok komoly figyelmeztetést találunk. A 111. oldalról most ezt olvasom. Láttam, hogy nincs időnk mesék hallgatására. Elménket ne engedjük elterelni, hanem a korszerű igazság foglalkoztasson bennünket. S mi a korszerű igazság ma? A hármas angyal üzenet és a Jelenések 18 angyalának üzenete. Ugye a kérdés az volt, miért van annyiféle vallás? Említettük, hogy a Biblia utolsó oldalán az van írva, hogy se hozzátenni, se elvenni nem szabad. Mégis mi történt már Ellen Goldwhite testvérnő idejében? Az 1844-ben Isten által a világból kihívott és megszervezett adventi nép között. Ugyancsak a Tapasztalatok látomások 110. oldalán ez van írva. A magukat adventi hívőknek nevező különféle pártállású adventistáknak mindenkinek van valami kis igazsága. Isten azonban a teljes igazságot gyermekeire bízta, akik az ő nagy napjára készülődnek. Isten olyan igazságokat bízott rájuk, melyeket ezek a pártok egyike sem ismer, sem meg nem ért. Isten azok előtt nyitotta fel az elpecsételt dolgokat, akik azokat látni és megérteni akarják. Én szeretném megjegyezni, hogy Ellen Goldwhite által a Tapasztalatok és látomások 1855-ben lettek megíratva. Tehát megszervezésük után már jó 10 évre szakadások voltak közöttük. Miért? Mert akkor is voltak olyanok, akik nem akartak meghajolni Isten nyílt szava előtt. Miért kellene most Jézus közeli eljövetele előtt csodálkozni a szakadásokon, a sok-sok új nevű gyülekezet kialakulásán? Az ős ellenség ismeri gyenge pontunkat, s mindent megtesz, hogy az Isten vezetésében való hitünket megingassa. Ellen Goodwhite-nál olvashatjuk. Láttam egy csapatot, amely szilárdan és erős fegyverzetben állott őrhelyén, s egy tapottat sem hátrált meg azok támadása elől, akik a közösség megalapozott hitét akarták megingatni. Isten tetszéssel tekintett le rájuk. 3 fokozatot láttam, az első, második és harmadik angyal üzenetét. Kísérő angyalom így szólott. Jaj annak, aki ezeken az üzeneteken a legcsekélyebb változtatást eszközölni merészeli. Ezen üzenetek helyes megértése, életkérdés. Mi a mi kötelességünk ma? Isten azt a feladatot adta, hogy hirdessük a harmadik angyal hangos kiáltását. Akiknek hite és buzgalma, igazság ismertükkel azonos, azok azzal teszik nyilvánvalóvá Isten iránti hűségüket,
hogy továbbadják az igazságot, megmentő, megszentelő hatalmával teljesen azoknak, akikkel érintkeznek. Szent és önzetlen szolgálattal eltöltött életük összhangban lesz a mennyei ország életadó elveivel. Sokan mások, mivel nem hirdetik lelkesen a harmadik angyal üzenetét, bár látszólag nem élnek bűnös életet, mégis ugyanolyan bizonyosan Sátán táborának kölcsönzik tekintélyüket, mint akik nyíltan vétkeznek Isten ellen. Nagyon komoly ez a mondat. Nem akárhogy, lelkesen kell hirdessük a harmadik angyal üzenetét, ha nem akarunk Sátán táborához csatlakozni. A 9. kötetben ez van írva. Akik teljesen odaszentelik magukat, s megértik a munka szentségét és fontosságát. Azok kellenek ide, akik a kereszt diadalát föllendítik, akiket nem csüggesztenek el a bátortalanító körülmények és nélkülözések, s akikben van elég eltökéltség és hit. Azok nélkülözhetetlenek a hittérítés területén. Angyalok ezrei és tízezrei várják, hogy együtt működhessenek a gyülekezet tagjaival a világosság továbbadásában, melyet Isten oly bőkezén adott, hogy népet készítsen elő Krisztus eljövetelére. A 3. kötetben ez van írva. Isten munkája megköveteli a magasztos erkölcsű embereket, hogy azok foglalkozzanak az igazság terjesztésével. Olyan férfiakra van is szükség, akiknek a szívét áthatja a szent lelkesedés. Komoly mondatokat olvashatunk a vegyes bizonyságtétel 299. oldaláról. Látomásban szemléltem, hogy két sereg rettenetes küzdelmet vívott egymással. Hiába van annyiféle vallás. Az egyik sereg a világ jelvényét viselő zászlót követte, a másik pedig az Immanuel fejedelem véráztatta zászlaját. Zászló zászló után hullott a porba, miközben az Úrnak seregéből az egyik csapat a másik után egyesült az ellenség seregével. Viszont az ellenség seregéből az egyik csoport a másik után egyesült Isten népével, amely megtartotta a parancsolatokat. Végül is győzelmet arattak. Az a sereg, amely követte ezen felírású zászlót, Isten parancsolata és a Jézus hite, dicsőségesen diadalmaskodott. Krisztus harcosai közvetlenül a város kapui előtt állottak, és a város örömmel fogadta királyát. A békesség és öröm örök birodalma meg lett alapítva. Tehát itt megkaptuk a választ, hogy miért van annyiféle tanítás. És a Jóisten ma még minden embernek ad alkalmat, hogy döntsön. Szeretheted-e teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből? Kedves nézőim, hogy tanultuk az óra elején? Ez úgy simán megy? Nagyon tetszik ez a mondat. Ima és erőfeszítés. Erőfeszítés és ima mennyire szükséges ma is. Az imának és a munkának együtt kell haladnia. Ez a mi életünk kötelessége. Imádkozunk. Isten adjon erőt, megharcolni a hit harcát. És tudjuk elmondani azt, mint Pál apostol mondott, tudom, kinek hittem. Segítsen az Úr, hogy ezt mindannyian tudjuk elmondani vele. Ez az én imám mindannyiunkért.